Az önbizalom a felkészülésből jön. Minden mást nem tudsz kontrollálni. Mondta ez Richard Klein, egy amerikai színész, aki rendező és, és, színész volt, filmszínész volt, és ami érdekes benne, hogy Maxwell pont ezt az idézetet mondja, amikor bevezeti az egyik tréningjét, majd beszélek később róla, nagyon érdekes tréning, hogy lehet, hogy magyarul is majd hozzáférhető lesz. Köszönöm, neked egy-két példát, hogy hogyan is működik ez a felkészülés dolog. És ebben az egyik jó példa az, hogy én kijöttem Ausztriába 2008-ban, és ott, amikor megvettük az első ingatlanunkat, egy kerek asztalnál ültünk a közjegyzőnél, aki azóta jó barátom lett egyébként, és az ingatlanos, a Karl, a Remaxnak a helyi képviselői iroda tulajdonosa, Megkérdezte a feleségem, hogy nem segítene nekem, mert van egy csomó magyar ügyfelem, és nem értek velük szót, mert ők nem tudnak németül, én meg a magyar még mindig nem tudom. És hát nagyon sok érdeklődő van Muraó, és a régióban, ingatlan témában. És akkor azt mondta a feleségem, hogy hát a férjemmel beszéljen, őt érdekli, szerintem már most érdekli, mert beszélgettünk előtte róla, hogy ebbe a dolog indulni. És az egész onnan jön, egy könyvből jön, hogy azt írta egy könyv, nem tudom melyik, mert legalább, nem tudom én, 6-800 könyvet elolvastam már, ilyen üzletfejlesztés, önfejlesztés témában, főleg angolul, németül, meg persze magyarul is, és azt mondta, hogy figyelj, de ha valami, jó, ja, ne Kioszaki is mondta, de valaki máshonnan indul el, hogy ha jó akarsz lenni egy dologban, akkor, akkor kezd el állj be valóba, és kezd el gyakorolni más cégében. Kioszaki meg azt mondta, hogy ha ma akarsz venni egy jó ingatlant, akkor száz ingatlant meg kell nézned, és akkor tudod nagyjából kalibrálni saját magad, és akkor onnan utána meg tudsz venni egy ingatlant. Hát mondom, legjobb dolog az, ha beállok ingatlanosnak valamilyen módon, mondjuk a Remaxhoz, amitől, aki segítséggel vettük az ingatlant, és hát beletanulok. Úgyhogy ez történt, én végül összebarátkoztam a Kárlal, és ő az iroda tulajdonos volt, én pedig a treni a tanuló. Most a tanuló úgy kell elképzelni, hogyha mentünk valahova, és vagy külön mentünk, vagy külön helyről mentünk, mind a ott meg kellett fordítani, és ő otthonra jött, én Muraból jöttem, találkoztunk, ő jött egy hát 15 vagy 20 éves ötös BMW-vel, ami ilyen szakat volt, én kiszártam az ISK 8-as sport jaguáromból, és odattuk a névjét, ő rajta rá volt, hogy broker owner, tehát hogy tulajdon, irodatulajdonos és broker, én meg odaadtam, hogy én vagyok a treni, abszolút nem zavart, inkább kuncogtam magamban ezen. És mi történt? Elkezdtem beletanulni a dologba, és egészen profivá fejlesztettem magam, annyira, hogy ahogy mondtam, összebarátkoztam a közjegyzővel, kidolgoztunk egy saját stratégiát, egy saját folyamatot, amivel biztonságosan tudnak magyar ügyfelek vásárolni ingatlant, és az legstabilabb, legbiztonságosabb, legjobban bonyolítható. Talán ebben ez volt a sikerünk egyik kulcsa, vagy ez most is a sikerünk egyik kulcsa. Sokan megpróbálkoztak, sok ingatlanos volt itt, 2008-ban volt a válság, közvetlenül az előtt-alatt közben jöttünk ki, amikor kezdődött, 5 perc előtt eladtunk egy nagy ingatlant, Budapestisten a kiköltöztünk, készpénzért vettünk itt ingatlanokat, de ami a lényeg, hogy fogtam magam, és elkezdtem beletanulni. Mert láttam, hogy sok magyar iroda, aki a határ közelében van, vagy Budapesten vannak gazdag ügyfelei, úgy próbált egy-egy ingatlant kínálni, de itt távolról nem megy, nem értettek hozzá. Alapvető kérdéseket nem tudtak jogi dolgokban, én itt megszereztem az Akadémis Immobilien Menedzsert, Szóval el kellett mélyednem, fel kellett készülnöm, hogy tényleg profil legyek, és a legjobb legyek, és ehhez fel kellett készülnöm, például a marketingben is, mondjuk a YouTube marketingben, onnan az ügyfeleim 99,99%-a jött ingyen hirdetés nélkül. Szóval már ott megtanultam, előtte már más cégemben is persze, de itt meg, nagyon megmutatta, hogy a felkészülés az egyik legfontosabb, és a felkészültél, ahogy mondja Maxwell, onnantól kezdve van önbizalmad, és minden mást már nem tudsz kontrollálni, nem tudod kontrollálni az alapvető természetedet, jó, tudod magad folyamatosan formálni, képezni magad, de ha felkészültek onnantól bátran állj ki a porondra. Aztán ilyen dolog például, tehát, hogy milyen bele kellett tanulni, az a lényeg, nem elég belepróbálni, én ezt a szót, hogy amit az ügyfelek mondták, hogy kipróbálnék egy szállodát, vagy egy panziót, hogy kibérelnék egy évre, megpróbálnám, és ha működik, Hát mondtam, apám, ez a bukott, bukott angyalok, a bukott embereknek a, a szogenyével vált nálam. Nem megpróbálni kell valamit ezerrel csinálni. Teljes szívvel éleket csinálni. És ilyen például a Facebook. A Facebook hirdetések, foglalkoztam régebben, és abba estem, amiben sokan esnek, hogy kipróbáltam, felraktam hirdetéseket, amit én gondoltam, amit jónak hittem, valami oldalra mutatott, ott nem volt feltétlenül regisztráció, vagy minden egyéb, nem működött. És akkor beálltam abba a sorba, hogy azt mondtam, mint sokan ma teszik egyébként, hogy hát ez nem működik. És akkor azt mondtam, a fene meg, nem igaz, hogy eddig megtörtünk, vagy megfejtettünk mindent, legyen az a saját Siemens telefonközpontunk, hogy nekünk kellett programom a Siemens Magyarország, nem tudta megoldani a problémát. Mi mindent megoldottunk. A Reményi Laci a társammal, ő szervereket telepít, weboldala, olyan dolgokat tud, amit senki más nem tud megoldani. Ezt nem igaz, hogy nem tudjuk megoldani ezt a nyomorék Facebookot, csak kell működnie. És elkezdtünk mélyen belemélyedni, fölvettük egy szuper klassz kolléganőt, akivel együtt hárman, négyen dolgozunk, fejlesztjük ezt önmagunkat, utána fejlesztjük magát a Facebook hirdetéseinket, a kampányainkat. De mi a lényeg, hogy látom már most, amikor ma eljutottunk, hogy pixeleket építettünk be az oldalba, magyarul tudjuk pontosan, hogy a látogató honnan, tehát melyik hirdetésről jött oda, hány szor, hányan volt, akik kattintottak, hányan van, akik regisztráltak is, vagy vásároltak valamit. Tehát egészen belemélyedtünk, és most vettem például a Vicsai Gábortól egy tananyagot, és mihelyst mi megnéztem, azt úristen, még van háromszor ennyi mélyebb tudásbeli út, és ez a hihetetlen a Gábornál, aki egyébként ismerek személyesen, és egy mastermind, vagyunk közösen tagok, hogy, hogy döbbenetesen Azért jó, és azért mondják a magyarország egyik legjobb Facebook szakembernek, sőt a legjobb Facebook szakembernek, mert csinálja, de mélyen, teljes felkészültséggel. Olyan dolgokat mondott nekem, amiki már több hónapja vagy év óta próbált tanulni a Facebookot, és csinálgatja is, és már azt gondolta, hogy tényleg előre haladt, a felkészülés minden, minden, az önbizalmat is hoz persze, de minden más már működni fog. Vagy ilyen például az Amazon. Az Amazon egy olyan dolog, ez az Amazon FBA, ez a Fulfillment by Amazon, magyarul a, az Amazon szállítja ki, de te vagy a kereskedő, te oda a számlát az ügyfélnek, tőle csak jutalékot veszte meg költségeket, a egyebek. Ez olyan dolog, amit így hallottam mindenütt, mindenhonnan. Könnyű, vannak ilyen tréningek Magyarországon is, hogy Amazon automatizálás gyorsan, egy hónap alatt pénzt keresel, milliókat egyebek. És mondom, oké, nézzük meg, nézzünk rá, tanuljunk bele, nézzünk utána. Megvettem egy pár tréninget, nem, nem, ilyen magyar tréninget, aki ilyen túl sokat ígért, ez nekem már gyanús volt az eddigi felkészültségemből, hanem megnéztem, hogy, hogy milyen tréningek vannak komoly, mély, judemi anyagok, tehát hiteles, jó helyről jövő anyagok, vagy én is a legjobb anyagomat felszoktam tenni. És kiderült, hogy hát azért itt egymillióféle probléma van. Például csak annyi, hogy egyet mondjak az automat, vagy kettőt, hármat mondjak az automatizálás, hogy mennyire pofor egyszer, és nem is kell vele foglalkozni, csak azért, hogy mondjuk Németországban tudjak forgalmazni, Franciaország, Belgium, a többekről is beszélek, mert minden külön kell, ott külön adószámot kell kiváltani a cégemnek, meg hogy melyik raktárba, különböző raktárba kell beszállítani, raktározási költség, minden egyéb van, ez nem automatikus. Ráadásul elvárja az Amazon, hogy a saját nyelvén a vevőnek, saját nyelvén válaszolj 24 órán belül, de jobb, hogyha 12 órán belül. Ez az automatizálás. Tehát már most látom a buktatóival, az Amazon hogyan csavarja ki az ügyfelek kezéből pontosan azokat a terméket, amiket mondjuk a, az Alibaba-ban vagy bárhol aliexpress vásárolnak, és a, a nagy árkülönbséget gondolva, majd szépen nagy profitot tesznek szert, és az Amazon figyeli, látja, hogy miből adsz el sokat, mennyire a termék, vannak kimondtam figyelő robotok erre, meg utána emberek, akik megnézik, és fogják magukat ők is beszerzik azt a terméket, ráírják, hogy Amazon Basics, tehát saját márkát, ami egy, egyébként számomra is így van, egy bizalmat jelent, és ontó kezdve te dughatod ahol akarod a termékedet. Szóval ez egy rohadtul, uh, rohadtul kőkemény, véres piac, tele csontvázakkal, mert láttad biztos, hogy Indian Jones, meg vannak ilyen, ilyen kalandjai, hogy megy a kincs felé, és ott a halott csontvázak vannak. Ilyen halott csontvázakkal van tele az Amazon FBA, amire azt mondják, ó, könnyen, és, és automatizált. Automatizált. Ez a szó, hogy automatizált. Van a Földön bármi, ami egy vagy két évig legalább automatizáltan működne? Értok én tudok De gépről se tudok, mert a legtöbb gépet is karbant kell tartani évente. Tehát egy autót, ami egy magas technikai dolog, vagy de pláne nem egy üzlet, ami alatt egyébként így mozog a lész. Tehát nem az a baj az Amazonnal, meg a, meg a Facebook például a hirdetések, hogy időnként földrengés van, mondjuk jön egy algoritmus, vagy bármiféle más dolog, hanem azt képzeld el, hogy mint, mint, mint Japán, vagy nem tudom, hol több száz földrengés van, hogy egy állandóan mozgó földön kell építened egy toronyházat, ezt csak úgy tudod, ha nagyon elmérsz a téjába, nagyon felkészülsz, és nagyon jó leszel. Úgyhogy a legtöbb dolog, ami ilyen, ilyen könnyű, hamar, gyorsan, amire egyébként kapnak az emberek és zabálják, jó, tudom, így van, Pfú, nekem a hátam felállt a ször, az csak kamu lehet a legtöbbször. Nézzél bele, vagy, vagy meg lehet azt oldani, hogy az FBN is keresnek, az Amazon is keresnek pénzt, a Facebookkal is lehet, csak akkor nagyon-nagyon el kell mélyedni, és túl kell menni ott, ahol tudod, a barlamba vannak körbe a, a, csontvázak, benőtt pókhálóval is kimászik belőle a, a, a halálos nagypók, és a gatyádba csinálsz olyan félelmetes dolgok, történnek veled, kizárnak, meg minden egyéb dolog, lezárják az ekontodat, eltűnik a terméked és minden egyéb, Ja, ugye, a másik az, hogy csinálsz, kiszolgáld az ügyfelet, a legproblémásabb ügyfél egyébként, aki a legtöbb problémát okoz, meg gondja van, és jaj, segíts nekem, segíts nekem, mint, mint panziós, vagy mint szállodatulajdonos, vagy mint Amazon kereskedő, majd amikor segítesz neki, akkor lehúz a békaseggel alá az értékelésekbe, és nem tudsz mit csinálni, kitéped a hajad. ezek azok, amikor, amint túl kell tudnod jutni profi felkészüléssel. És a legutolsó ilyen tapasztalat, amivel most találkoztam, én azt gondolom, nagyon sok könyvet elolvastam, de a legismertebb, mint egy Brian Tracy-től kezdve, tényleg mély retorikai, olyan, aki azt hiszem Európa vagy világbajnokságon második vagy harmadik volt ilyen, vannak ilyen, ilyen nyilvános beszédversenyek a világ legjobbjainak, és nagyon-nagyon profi némettől, mindenfélétől tanultam, és azt mondtam, hogy hú, én már, ha nem is tudok mindent, de látni láttam már mindent, és egyszer csak Bang! Megszverik, csinálnak egy olyan tréninget most a kvalifikációnk alatt, amikor volt az a háromnapos kvalifikáció, illetve korábban a tréningeken, amikor elmagyarázunk, hogyan kell, hogyan tud lenni John Max, a világ egyik legjobb előadója, úgy, hogy kb. 250-300 ezer ember nézi évente élőben a videókról, és a, és a YouTube-ról is beszéljünk. Ebben rá kellett jönnöm egy nagyon fontos dologra, hogy ő esetében 95 százalék az felkészülés. A profizmus és az önbizalom a felkészülésben van, moduljai vannak, amit el tud mondani álmából fölkeltve, még lehet, hogy több nyelven is, de és angolul hibátlanul, a szünetekkel, a hangtónus és mindennel együtt, hibátlanul, újra és újra és újra, és, újra, és ezeket tudja kombinálni, onnantól válik, nem ugyanazt az előadást mondja el, hanem modulokban dolgozik, megvan, hogy mennyire a személyes sztori és minden egyéb hogyan van benne. Úgyhogy Hát most láttam meg, most így felkapcsolták a villanyt, a reflektort, a kifutó, úristen mondom, hát ez még, én azt hittem, hogy már tudok, vagy láttam már minden, és egyszer csak egy új világ feltárult. Magyarul nagyon komoly, mély felkészülés. Ma bármiben el tudsz érni eredményt idézőjelbe, ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó leszel. Képzeld el, képzeld el egy versenyt. Képzelj egy versenyt, elindultak egy versenyen, mondjuk egy ilyen, nem tudom, én most nem figyeltem nagyon, de tudom, vannak ilyen őrült versenyek, a, a, amikor a, nem tudom, a, hogy is van, ilyen trópusi rész, helyeken ilyen pókot esznek, meg, meg ilyen nagy szivacsos szarral lelökik egy, nem tudom, de vannak ilyenek, meg vannak nyilván távok esz, ennek Nagy, nagy ö, keletje van, és most kemény lesz, figyeljük, 18 év feletti karika jön. Képzeld el, hogy elindultak ezen a versenyen ezren, és az első három, vagy öt mondjuk, de mondjuk öt, az túlélő összes és többet nem hallunk róla soha semmit róluk. Volt egy ilyen Schwarzenegger film, azt hiszem, ahol, ahol eltűntek a, a nyerők, Valamilyen. ilyen, nem tudom, egy film volt, ahol ilyen túlélő játékot játszott, Na, nem volt egy játék, csak az úgy, úgy mutatták a tévében és azt képzeld el, hogy egy olyan versenyben vagy, amiben három-öt túlélő lesz, összes többit fölakasztják, kivégzik, megszűnik, nevezd, hogy akarod, minél drasztikusabb, és tudom, hogy ki fognak adni pár olyan véres példákat hozok, de kell érezned a fájdalmat, hogy ez történik. A legtöbb piac koncentrálódik, de nem azért, mert kevés szereplőnek lehet szerepe, vagy kevés szereplő lehet csak, aki tudja szolgál a piacot, összes többi az, az, az kilökik, nem, azért, a az a kevés, annyira jó lesz, hogy a többi amatőr nem tud érvényesülni, már nem kell az ő terméke. Tehát ami látszik, tehát a Tesla nem kicsit lett jobb, hanem piszkosul jobb lett, úgyhogy kijön a Volkswagen az ID-vel, ami tök jó lenne, ha nem lenne Tesla. Ha van Tesla, akkor mindig ahhoz hasonlítják, és ott nagyságrendekkel marad. És ez is egy olyan piac lesz, ahogy eddig volt az autóterületünk, a dízelek, Ö, én, Favio, Opel, Mercedes, nem tudom én, egy pár szereplője volt összesen Európában. Jó, még ott volt a Renault is, de nem túl sok szereplő volt az Európaiban, mert koncentráltak, el tudta a száv, meg egy csomó minden, a DAF és egy csomóan eltűntek, de ugyanez megtörténik bármilyen piacon vagy. Azért, nem azért, mert nincs hely, azért, mert a profik sokkal jobbak lesznek, és azt fogja mondani az ember, hát de figyelj ide, vehetek, nem tudom, 40 ezer euróért egy, egy ID, 3 és lehet egy picit több ér, de nagyjából hasonlóan vehetek, vagy mondjuk az ID 3-at, ugye az a tipikus Volkswagen Story, 30-40 ezerért adják az alapba, de már berakok egy rendes aksit, már kérek benne hőszivattyú meg egyebeket, akkor ott tart, mint egy Model 3. Nagyjából jó, van, aki belekötnek, hogy mint van 2000-re olcsóbb, meg mit tudom én, nem érdekes, de a nagyságrendileg. És akkor azt mondottam, most veszek -e egy ID 3-at, vagy egy Model 3-at. A Model 3 körülbelül 5-10 éve van előrébb. Valószínűleg azt hiszem. Vagy ugyanez van, hogy, hogy van egy, nem tudom én, van egy, egy Renault Megánod, vagy van egy, c -Mercid. Ugye? Hát ha ugyanannyi az ára már, akkor, akkor inkább veszem a c technikailag sokkal-sokkal jobb. Szóval ezért veszítesz, ha nem, ha megállsz, ha azt mondod, hogy oké, okay, elég. Úgyhogy a felkészültség az minden, ahogy megszáll mondja, és hozom még egyszer az idézetet, az önbizalom a felkészülésből jön minden mást nem tudsz kontrollálni. Egyébként ezt Maxwell Richard Klein-tól idézte egy amerikai színésztől. Úgyhogy van hozzá két kérdésem, vagy három, jó? Az első kérdés az, hogy hogy érzed, hogy te benne vagy a saját piacodban, az első három vagy öt legjobban? A legjobbat ne úgy értsd, hogy a te szempontból a legjobb, mert legmodernebb technika, csak senki nem tud róla, nem veszi, vagy nem kell neki hanem az ügyfelek igénye alapján a legjobbnak, és te esélyes vagy a győztesek között ott lenni? Így de milyen éparágban vagy, mivel foglalkozol, Kíváncsiok, mit gondol saját magadról. Mert ha saját azt gondol, hogy nem vagyok benne az ötbe, akkor az, a voltak, a futottak még, de már nincsenek kategóriába. Kerülhetsz, ahogy például, amikor jött a 2008-as hogy akkor gyakorlatilag kisöpört az internetes cégek 80%-át. A Bithangeri 29 éves már, azt is túlélte, akkor már internet szolgáltatóként. Szóval erre figyelj oda, hogy te a győztesek között vagy-e, vagy e vagy leszel -e, és hogy érzed, hogy hány, három vagy öt, szóval erről ír egy rövid kis hozzászólást. Kíváncsi hogy te hogyan látod, mert nagyon érdekes, hogy már is beszélgettünk az egyik tagunkkal, és én azt gondolom, hogy nem látja teljesen rá. Ma 25 vagy 23 szereplő, szerintem ez előbb-utóbb, aki ezt az átállást meg tudja, tehát kiszállítanak nagykereknek, a nagyker a boltoknak, a bolt meg eladja az ügyfélnek. Ez a hosszú lánc, tehát az importőr, nagyker, bolt, vevő, az ráadásul egy cég, mert ilyen céges cuccokat árulnak, ami, de dolgoznak az emberek vagy a cégek, ez a lánc, ahol ráadásul mindent majdnem száz székot kell árakni, ez túl hosszú, túl uh, drága, és az autós területen ez történt, ugye ott volt az, a, a Láng Unix Ládi Meteor, meg a Paradikárt az én cégem, és akkor mi is úgy dolgoztunk, hogy eladtuk, mint tudom én, nagy kereknek, vagy nagyobb boltoknak, a bolt eladta a szerelőknek, és ő beszerelt az ügyfeleknek, de ez a lánc, rájött a lánc, az Unix, a Vádi és a Meteor, a nagyok, hogy ezt ki kell egyenesíteni, mert ez így nem működik, és csak úgy lehet nőni, ha all in mész és ezért ma már a lánk közvetlenül szolgálja ki a szervizeket, és ha még lesz eszük, ami az, az autó Ungernél már megtörtént Németországban, ha rájönnek arra, hogy egy adott piac mekkora, akkor létre fogják hozni előbb-utóbb a saját gyors szervizeiket, ahol még azt a 100 is rá tudják tenni minőségben, és onnantól kezdve importőrtől az ügyfélig fog menni a, a láncuk, onnantól kezdve senki nem tud beleszólni, és még koncentráltabb lesz, a szervizek egy részét is ki fogják nyílni, a boltokat meg eleve. És ezen a másik mászármányatoknál is attól félek, hogy ez lesz. Úgyhogy írd meg, hogy te mit gondolsz. A másik, ami érdekes, és ide tartozik, az pedig az, hogy Mit gondolsz, ha most indítunk, erről beszéltünk mondjuk a, a csatornán, ezen a csatornán, Sikervitaminon, a, a barátom, akivel indítjuk, az meg valószínűleg a saját csatornáján, az Amazonról, lenne egy ilyen FBA oktatás, de nem oktatás, hanem egy olyan reality show csinálunk, hogy fölépítjük ezt a rendszert eredménnyel, mert meg akarjuk csinálni, nem tudjuk, hogy milyen könnyű lesz, de nagyon nehéz lesz, Csinál, gondoltunk egy arra, hogy Patreonos támogatóként kb. 10-15 euró per hónapba, hónapért havonta vagy hetente kapnál egy, egy érdekes dolgot. Megérni ez neked, érdekelne -e látni, hogy reálisan, konkrét számokra, egy konkrét üzletet épültünk fel. Nem egy elméleti tanyag, nem kamu, én nem ígérem, hogy te ez neked könnyen fog menni, azt ígérem, hogy automatizált lesz. Azt ígérem, hogy valóságot láthatsz. Érdekelne ez téged, és neked megérni ezt a 15 eurót. És még egy dolog van, jó, sok, még több is van, ez a, ez a speaker, tehát a, az előadó tréninget, ezt az eddigi tudással ötvözve föl akarom tenni tanámba, érdekelne lesz, ez nagyjából 10 forint körül lenne, de azt gondolom, hogy átütő sikert fogsz fel elérni, és olyan előadásokat fogsz tartani, amit egyszerűen nem fogják elinni, hogy te csináltad, annyira profi lesz. És hogy érdekelne ez téged, szerinted megér egy igazi profi speaker, tehát előadó, kínos speaker, előadó tréning megérne neked mondjuk egy 10 forintot, Kíváncsi vagyok, akkor lehet, hogy megcsinálom. Nincsen még ész a tréning, nem akarom eladni. Nincsen még elindítva az Amazon ebb, nem akarom neked eladni, tehát nem, ez nem egy sales videó, ez inkább egy, egy piacfelmérő videó, de az a kérdésem, hogy szerinted érdekelne, és egyáltalán érdekel a valóság? vagy csak a, a porhintet álom megszorva egy kis, egy kis csoda porra, vagy nem tudom, álom porra? Az érdekel téged? Vagy érdekel a valóság, a reality, a valós, a elindulása egy ilyen projektnek, illetve hogy valósan hogyan ad elő a világ egyik legjobb, mondjuk egy John Maxwell. Úgyhogy ez a mai gondolat, még egyszer visszatérve, és azt szeretném, hogyha ez nagyon jól rögzíteni magadba, ez a Maxwell üzenete, az önbizalom a felkészülésből jön. A felkészülésből. És amikor ő beszél, akkor a 95%-a nem ott improvizál, ha bár nagyon profi improvizálnak tűnik, még a vicce is. Az 5% annyi, hogy mondjuk az egyik eladáson leöntötte a nadrágját, ahogy öntött magának egy pohár vizet, és abból fölállt, és viccelőtt. Látjátok? Ilyen béna vagyok, hogy leöntöm a nadrágomat, de negyedmillió ember figyeli, amit élőben előadok. Tehát ez benne volt az improvizáció az összes többi modul profi volt. Na, kíváncsi, mit szólsz hozzá? Legyél aktív, mert ö, amikor beszéltem arról, hogy, hogy, a felkészülés, a felkészülés és a, a belemélyed, és az attól is vagy aktív vagy, ha, ha üsz, mint nyuszi a bokorban, és csak nézed ezt a videót, akkor nem értem el a célomat. Az a célom, hogy legyél aktív, mozdulj, mozog, lőj, kommunikálj, szólj hozzá, mondd el a véleményed. Te ha merre tartasz, téged mi az, ami érdekel, te szerinted benne leszel a 3 -5 túlélőben a saját szakmádban. És ezért mit teszel meg? Na.